Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, megtudhatják, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő időkre. Kiderül, hogy milyenek a skorpió jegyű emberek. Malzák Katalintól tanácsot kapunk, hogy hogyan frissíthetjük föl nagyon gyorsan arcbőrünket. Pál István elmondja nekünk, hogy milyen népszokások babonák kötődnek az évnek ezen időszakához. A hangtálak mesterével is fogunk beszélgetni, Barkóczi Beátával, és megtudjuk, hogy a szemölcseinkkel miért és hogyan kell foglalkoznunk. Tartsanak velem! Dr. Pál Istvántól megtudjuk most, hogy milyen népszokásokat, babonákat követtek nagyanyáink, és milyen időjárás jósló napok vannak az elkövetkezendő hetekben. Itt vagyunk már az emberes hónapokban. A következő hetekben milyen népszokások, babonák azok, amikre érdemes odafigyelnünk, felelevenítenünk? A november az egyébként is érdekes hónap, hiszen több olyan névnap is van, amelyekhez különböző népszokások, meg vallási szokások és hagyományok is fűződnek. A legelső talán, amiről egész sokat szoktunk az utóbbi időben beszélni, ez a Mártonnap november 11-én, hiszen ő az egyetlen olyan szent, aki a mai Magyarország területén született, a legenda szerint. Édesapja római katona volt, ő itt, abban a garnizonban, amit Szaváriának neveztek, és most Szombathely az igazi magyar neve. Itt született, és ő is katona lett már egész fiatal korában, 16 éves korában. És érdekes módon az legtöbbször olyan alakban szokták ábrázolni, hogy lóháton ül, és ketté vágja a köpönyegét, és éppen mellette a földön álló embernek adja. Na most ennek nagy jelentősége volt az ő életében, hiszen amikor átadta ennek a fázó embernek a fél köpönyegét, utána este nyugovóra hajtotta a fejét, és álmában Jézust látta az ő fél köpenyében, és ekkor világosodott meg neki, hogy pogányból keresztényé kell válnia, és keresztény lett. Na most, hogy hogyan fűződik a mostani népszokásokhoz és a liba evéshez az ő ebbéli tevékenysége? Nagyon ájtatos életet élt, mai Franciaország területére, Galliába került, és ott a szent élete miatt, vagy szentes élete miatt meg akarták választani püspöknek az ottani hívek, de ő ezt nem akarta elfogadni, hanem a küldöttség előtt, aki fel akart őt kérni a püspöki cím elfogadására, egy libaolba bújt bele. De hát a libák milyenek, természetesen elkezdtek gágogni, hogy idegen férkőzött közéjük, és ezért megtalálták őt, és akarta, nem akarta, püspökké választották. Na most lehet, hogy éppen ezért esszük a libákat ezen a napon, hogy megbosszuljuk az elárulását, vagy pedig örömben eszi az ember, hogy ilyen jó püspököt adott az utókornak, akit egyébként francia püspöknek szoktak nevezni a katolikus szakirodalomban, meg a szentek között, hiszen Franciaországban élvén kapta ezt a püspöki címet. Nem csak ez az egyetlen dolog, ami miatt őt november 11-én megemlítjük, hanem az újbor ünnepeként is jelentős ez az időpont, hiszen ekkora már kiforik az első must, és érdemes megkóstolni, ilyenkor a szőlős gazdák vagy boros barátok össze szoktak ülni, és meggusztálják egymás borait. Egyébként ez egy dologtiltó nap is a babona szerint. Úgy tartják, hogy ilyenkor nem szabad az új bort vagy a bort lefejteni, az asszonyoknak nem szabad szőni, fonni, mert összefonják a jószágoknak a lábát és megsántulnak. Tehát ez is ilyen babona, ami ehhez a november 11-éhez tartozik. Utána nem soká jön 19-e, november 19-e Erzsébet nap, ami megint olyan fontos határnap, amit érdemes betartani. Azt szokták volt mondani, hogy ha leesik az első hó, már pedig általában november 19-ére Erzsébet napra leszokott esni, akkor hosszú hideg tél lesz, ha nem, akkor karácsony pedig locsogni fog, mert akkorra még nem áll be az igazi hideg. A
akkor most azok figyelmét kérem, akik kíváncsiak arra, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. De ne felejtsük el soha, a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz, és ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni. Lássuk tehát, hogy milyen üzenete van a csillagoknak számunkra, és azután azonnal megtudjuk Janák úrtól, hogy milyenek is a Skorpió jegyű emberek. Kos. Hinnie kell, hogy végére tud érni a dolgoknak. Túlságosan belekerült a mókuskerékbe, és már valóban nagyon fáradt. Itt az ideje egy kis szünetet beiktatni. Bika. Mindenkinek meg kell állnia néha, és átgondolnia a környezetéhez való viszonyát. A Bika amúgy is hajlamos csak a saját szempontját vetíteni a dolgokra. Most viszont a családjához fűződő viszonyt nagyon meg kellene becsülnie, megerősítenie. Ikrek. Új lendület, új utak, bár néha kicsit elfárad, de muszáj, hogy most még a finishben mindent beleadjon. Később nagyon örülni fog, ha most így tesz. Rák. Néha ok nélkül is anyagiasnak tartják, pedig vannak helyzetek, amikor kifejezetten nagylelkű és öntől szokatlan gesztusokat is képes tenni. Most jól teszi, ha nem hagyja szó nélkül a kategorizálását. Oroszlán, mindig kell valaki, aki kicsit körbeugrálja, ha nem is nagyon látványosan, de éreznie kell, hogy valami miatt önre felnéznek, sokra tartják. Ezt a lelki igényt nem mindig elégíti ki a környezete, mert az éles nyelvével sokszor túlságosan távol tartja őket. Szűz. Még mindig és már megint álomvilágban ingatja magát. Soha nem látja be a hibáit, nem is akarja, így ne lepődjön meg, ha időnként a családtagoknál kiborul a bili, és hirtelen a fejére olvassák hibáit. Mérleg. Menni vagy nem menni? Gondolja el, mit nyer és mit veszik egyik vagy másik verzió esetén. Aztán válassza azt, amely sokkal több praktikus előnnyel jár. Vannak változások, amiknek nem örül. A kesergés helyett inkább előre nézzen. Skorpió, boldog szülinapot! Lépjen ki a bilifül effektusból, ez nem méltó önhöz. Igenis legyen újra nagyon skorpió és teljes gőzzel vesse bele magát álmaiba, az ön előtt álló feladatok megoldásába. Nyilas, most látja igazán, hogy jobb, ha megy a saját maga feje után és intézi az életét, még akkor is, ha néha rossz döntéseket sikerül meghoznia. Fölösleges másokat okolni és másokban hibát látni az ön döntéseért magát kell vagy dicsérni, vagy szidni. Bak. Mindig hagy maga után kérdőjeleket. Őszintén szólva ezt élvezi is. Mostanában azonban kicsit nagyképűnek érzik majd a környezetében, hogy megint titokzatoskodik és nem fejezi be a mondatokat. Vízöntő. Még mindig úgy érzi, hogy többet érdemelne a családjától, igen ám, de csak egyik része az, aki öntől mindig csak kap, a másik része az, akitől ön rendszeresen sokkal többet vár el. Ideje lenne reálisan átértékelni és balanszra törekedni. Halak. Mindig sokat gondol a múltbeli emberekre, akiket lehet érdemes lenne felhívni, vagy valahogy felvenni a kapcsolatot velük. Megnyugodna, hogy nem ön volt az, akin múlott. Skorpióval az a baj, az kelti a rossz hírét, hogy a legérzékenyebb típus. A másik 11 jegy szülöttje észre sem veszi az olyan megjegyzést, ami a Skorpióba tüske marad. Megbántódik, sérülékeny, a szerelembe féltékeny. Ráadásul a Bika és a Skorpió a két legféltékenyebb típus. Ennek a két jegy szülötteinek nem lehet azt mondani, hogy ne törődj vele, nem szappan, az nem kopik. Ezt nem lehet. Ez a két legféltékenyebb típus, tehát a Skorpió sérülékeny. Ha nem bántják, a legjobb életszerető, nem ember, minden élet. A Skorpiók között találjuk a legtöbbet, aki vigyázz, hogy el ne taposson egy bogarat. Tehát és hát persze az ember szeretete és az érzékenysége miatt egy picit kilóg a sorból, mindjárt észre lehet őt venni, hogy más, mint a többi, de úgy, hogy az fel is tűnik. A másik, hogy nem tűri a titkokat. Mindenre rá akar jönni. Ő maga viszont egy része a Skorpiónak, ami az a bizonyos 101. szoba, ahova soha senki be nem nyithat, ő maga titkolózik. Ha délelőtt kiderül, hogy délután egy rendezvényre kell mennünk, de kialvatlanok vagyunk, és az a bőrünkön is látszik, hát erre is van azért megoldás. Mazák Katalin segít nekünk ebben.
A mai kezelést kiknek ajánljuk? Megereszkedett fáradt bőrűeknek. Amíg a megereszkedett oké, de honnan tudjuk, hogy egy bőr fáradt, vagy éppen nem? Hát ezt alapvetően a színéről, az állagáról lehet észrevenni, tehát azért egy egészséges, jó keringésű bőr egy normál fénnyel és egy jó turgorral rendelkezik, tehát ha egy kicsit megcsippentjük, akkor alapvetően ruganyos, rugalmas, jó a textúrája. Egy tompa fénye van, egy opálos tompa fénye, illetve sima light tapintatú és egy egészséges színe, ami annyit jelent, hogy festékezettségét tekintve egyenletes tónusú, nincsenek benne ilyen eltérések, sem bőrpír, sem fátyolos szürkeség, amit nagyon sokszor tapasztalhatunk erős dohányosoknál, vagy azt is észrevehetjük, hogyha nagyon sokat ülünk számítógép előtt, úgy leszürkül, letompul a bőrünk az elektroszmog hatására, és akkor, ha egy sima sétát teszünk kint a friss levegőn, már sokkal jobbá válik a színe, ezáltal a megjelenése is sokkal fiatalosabb, üdébb. Ezt mi itt kozmetikai kezelésekkel is tudjuk produkálni, hogy hatásában, hogyha nincs lehetőségünk arra, hogy nagy sétákat tegyünk, vagy egy nagyon aktív életmódot folytassunk, és sok időt töltsünk kint a szabadban, hogy mégis a megjelenése az ne legyen ilyen tompa, fáradt, szürke, fakó. Hogyan zajlik a kezelés? Mi történik, és mi hogyan hat? Olyan szépen elmondtad nekem menet közben, hogy mi történik, hogy öröm volt hallani, de ezt osszuk meg a nézőkkel is. Letisztítással kezdünk. Ehhez a termék sorok közül az Ormedic termékcsaládot választottam, ami egy nagyon beszédes név, mert organikus hatóanyagokat tartalmaz, medikus hatással, azaz nagyon koncentrált, nagyon jó formulákkal van ellátva ez a termékcsalád, nagyon jó felszívódással van, és nagyon jól segít nekünk abban, hogy balanszírozzuk a bőrt, azaz, hogyha egy kis fagyutúltermelés van, azt normalizáljuk, gyulladásokat csökkentsünk. Ezután egy enzimhámlasztó port választottam, ez egy nagyon gyengét hámlasztó, de nagyon intenzív is egyben, pórus mélységből is nagyon szépen eltünteti a szennyeződéseket, és nem kell közben nyüztetni a bőrt, tehát elég csak egy pici vízzel összekeverve feljuttatni a bőrfelületre, egy pár percig hagyjuk hatni, majd azt követően alaposan lemossuk, letisztítjuk a bőrt. Ezt követően jött maga a kezelés. Ez egy IPL technikát választottam, a fény segítségével érjük azt el, hogy a kollagén rostok rövidebbeké válnak már egy-egy kezelés hatására is, illetve a keresztmetszetük megnő, és ezáltal egy azonnali lifting hatást tapasztal a vendég a kezelést követően, majd ezt követően egy nyugtató gyulladást csökkentő gélmaszkot vittem fel, és utána jöttek az utóápoló napi ápoló termékek, ami itt jelen esetben két szérum keveréke, egy őssejtes és egy magas koncentrációjú hialuronsav szérum kombinációja került fel először a gélmaszk után, a letisztított bőrre, majd azt követően egy fényvédővel zártam, illetve a szem környékén szemápolóval, az ajkaknál pedig ajakápolóval. Szerintem mindannyian hallottuk már azt a kifejezést, hogy hangtálak, de hogy mire is valók és hogyan működnek, erre szerintem kevesen tudnánk válaszolni, de most Barkóczi Beáta segít nekünk ebben. Hol keressük a hangtálakra vonatkozó történeteket, pedig nyúlik vissza, mikor kezdték el használni az emberek? Hangtálaknak a története, azt lehetne mondani, hogy a történelem előtti időszakomban nyúlik vissza, hiszen bármilyen teremtés történetet megnézzünk a világon, legyen az egy bibliai példázat, hogy az ige testé lett, legyen az egy ázsiai példa, hogy az Aum szótagból ugye kiáradt a teremtés, azt lehetne mondani, illetve amit már ma
a modern kvantumfizika is igazolt, hogy minden rezgésből áll. Hiába keressük az atomot, hiába próbáljuk bontani, úgy azt látjuk, hogy üres. Egy dolgot viszont mindenki talál, a rezgést. Tulajdonképpen hogy jöttek rá arra, hogy a hangtálakra nagyon jól lehet meditálni, vagy egyáltalán a hétköznapokban tudjuk ezeket használni, nem csak mint tálak? Igen, ez érdekes a felvetés, hiszen eleinte tényleg ezek csak tálak voltak. Egy ilyen tál hétféle ötvözetből áll, viszont a tibetiek ezt valóban főzésre használták, és ebből ettek. És a benne készült ételnek az energetikai hatása ugye teljesen másképpen hatott. Ha belegondolunk, hogy a testünknek, egy csecsemőnek, amikor megszületik, ugye a testének több mint 80% a víz, de amikor még meghalunk, akkor is legalább 50%-a. A mai modern gyógyászat is pont ezzel a vízzel próbál most már kapcsolatba lépni. Hogyha hangtálba vizet teszünk, akkor nagyon szépen látjuk, hogy a testünk is hogyan reagál ezekre a rezgésekre. Tudjuk, hogy vannak rezgések, frekvenciák, amivel ölni lehet, és lehet, amivel gyógyítani lehet. Nagyon érdekes, ugye csináltak kísérleteket, például, hogy techno vagy metal zene hatására növények elpusztultak, tehát nem adtak tejet. Ugyanígy valóban csak rezgéssel el lehet jutni odáig, hogy egy növény még öntözni sem kell, és a maximumon tud élni. Amikor felfedezték azt az emberek, hogy ezek a rezgések, ezek használhatók egészen másra is, nem csak a tálban főzésre, akkor mire használták előbb? Előbb csak zenéltek vele, vagy már gyógyítottak is? Azt lehetne mondani, hogy szinte egyszerre kezdődött párhuzamosan ez a történet. Mondjuk így, hogy a relaxáció közben is azért vannak spontán gyógyulások, ezt hozzá kell tenni. A másik része, hogy később a hetes szám, hogyha megfigyeljük, azért Indiában vagy az ázsiai kultúrában mindig visszatérő, ugyanis a hét csakrának megfelelően általában hét hangtálat használnak a gyógyításhoz, amit vagy a testre, vagy pedig a test mellé helyeznek, de mindenképpen a csakrákra, vagy pedig a megfelelő csakra helyekre a test mellé. Ugyanez megfeleltethető az ősbolygóknak, illetve hát maga a tál is hétféle fémnek az ötvözetéből áll, ami egy kicsit talán egy alkimiai folyamatot is leír, hogy egészen az ólomtól, az ezüstön, az aranyig mindenféle anyag található benne. Ez a hetes, ez, ha megfigyeled, ugye ott van a magyar népmességben is, a hetedik, meg Isten is hét nap alatt teremtette a világot. Lehet, hogy mégis valami ősmagból indult ki minden? Mindenképpen úgy gondolom, és pont ezek a teremtés legendák, ezt nagyon szépen példázzák. Tehát elkezdték a hangtálakat használni. Hogyan lehet használni? Tehát kell, hogy az ember megtanulja, ha igen, hol lehet, vagy fogom, és akkor érzéssel próbálkozom megszólaltatni? Én úgy gondolom, hogy ha valaki gyógyítani szeretne vele, akkor mindenképpen képezze magát, és erre vannak hivatalosan felhatalmazott személyek, akik ezt taníthatják. Hogyha valaki relaxációra használja, mint ahogy én is többnyire, vagy éppen használtuk mondjuk zenekarban is, akkor mivel, hogy én többféle tradíciót is ötvözök, ahhoz nem kell olyan képzettség, úgy gondolom, hogy az ember kicsit inkább intuitívan kezelje ezeket a dolgokat. Ugyan sokat jártam Indiában, az indiai hagyományokat is hozzátettük a relaxációhoz, ugyanis minden indiai zenében van egy ilyen érdekes búgó hang, ez a tampura, ugyanis az indiai zenész mindig az alaphanghoz viszonyít. Hogyha össze kellene hasonlítani az európai zeneművészetet az indiaival, azt lehetne mondani, az európai kicsit inkább lineárisabb, az indiai pedig egy ilyen középpont centrikus, tehát mindig van egy alaphang, amihez képest a zenész mindig viszonyít. Én ezt a két hagyományt ötvöztem, amikor relaxációt tartunk, tehát az indiai hagyományból jön ez a bizonyos alaphang, amihez hozzá a tibeti hangtál.
Hol lehet beszerezni ilyen hangtálakat, vagy egyáltalán lehet Magyarországon ilyeket, érdemes Magyarországon beszerezni? Természetesen érdemes Magyarországon is, hiszen vannak már olyan vonalak, hogy próbálnak hiteles forrásból csakrákra hangolt hangtálakat behozni. Én azért azt mondom, hogy aki azért tud. Hogyha nagyon komolyan akar vele foglalkozni, akkor inkább ő menjen Indiába, tibeti piacokon. Amikor az a minimális pár tibeti hangtálat megvettük, aminek az egyik darabját itt a kezembe tartom, hát azt mondom, hogy több hét volt, míg azt a hármat úgy kiválasztottuk. Azért, mert túl nagy volt a kínálat, vagy meg kell érezni, hogy melyik jöjjön veled haza? Mindenképpen meg kell érezni, és azért hozzátartozik, hogy ezek elég makacsúságok. Tehát vannak dolgok, amiket egyszerűen nem tudunk befolyásolni. Vannak relaxációk, hogy a tálak rögtön úgymond egymásra gerjednek, és van egy plusz olyan interferencia, ami teljesen bezengeti a teret. És van, amikor megmakacsolják magukat, és nem akarnak egymásra hangolódni, azt igazán el kell fogadni. Tehát emiatt érdemes ugyanazt a tálat többször is meghallgatni, visszamenni a piacra, hogy más-más körülmények között hogyan reagál. Többször beszélgettünk már különböző bőrelváltozásokról, bőrproblémákról. Most a szemölcsöket fogjuk egy kicsit közelebbről megnézni, hogy hogyan alakulnak ki, miért érdemes velük foglalkozni, miért figyeljünk rájuk, és hogyan távolíthatjuk el, illetve mikor van erre szükség, hogy el kell távolítsuk. Szoktunk látni olyan bőrelváltozást, ami azt mondják, hogy szemölcs, vagy azt mondják, hogy tyúkszem. A régi öregek mindenre azt mondták, hogy ez is tyúkszem, az is tyúkszem. Aztán, amikor magamon is tapasztaltam ilyet, kiderült, hogy nem az. Mi a különbség köztük? Minden olyan elváltozást, ami a talpon jelentkező bőr megvastagodással járó jelenség, a köznyelvben tyúkszemnek nevezünk. Mi orvosi értelemben külön választjuk az ortopédiai okok, azaz a krónikus nyomás miatt létrejött elváltozásokat, és a szemölcsök okozta elváltozásokat. Helyesebb az ortopédiai okok által létrejött bőr megvastagodásokat tyúkszemnek nevezni, és amelyeket a vírusok okoznak, azokat nevezzük inkább szemölcsnek. Tehát a szemölcsre azt mondhatjuk, hogy egy vírus okozta bőrelváltozás. Igen. Lehet-e ez rossz indulatú, vagy meg kell-e ijednünk, ha ilyen jelenik meg rajtunk? A szemölcsöket általában a humán papilloma vírusok okozzák. Ezeknek a humán papilloma vírusoknak nagyon sok fajtájuk van. Molekulárbiológiai módszerekkel kb. 80 fajtájukat különböztetjük meg, és ezek között vannak olyan fajták, amelyek nem okoznak rosszindulatú elváltozást, viszont vannak olyanok, amelyek akár rosszindulatú elváltozásba mehetnek át. Tehát az a jelentőségük, hogy figyelni kell őket, főleg a nemi szerven okozott vírusos szemölcsös elváltozások esetén a HPV 16-os, 18-as fajtája hajlamos arra, hogy rosszindulatúvá váljon. Tehát ezek szerint, ha jól értem, nagyon nehéz ezeket kivédeni, mert hogy vírus okozza őket. Igen, a HPV okozta fertőzéseket nagyon nehéz megelőzni, bizonyos módszerekkel azért tehetünk ellene. Általában valamilyen bőrsérülésen, bőrrepedésen keresztül jutnak ezek a szervezetbe. Fontos a megfelelő higiéné, lábápolás, ne legyenek rajta repedések, saját papucs viselése fürdőhelyeken, fitness termekben a megfelelő szabályok betartása, hogy ne kapjuk el ezeket a vírusokat. Ezek a szemölcsök mindössze esztétikai problémát jelentenek, vagy jobb, hogyha megszabadulunk azoktól, amik olyan helyen vannak, ahol irritációnak vannak kitéve, hogy esetleg ne fertőzzenek tovább?
Mindenképpen érdemes kezelni, bár nem veszélyeztetik az egészséget, kivéve azok a vírusok, amelyek rossz indulatúvá elfajulhatnak, de azon kívül, hogy esztétikai problémát okoznak, fertőzőek is, tehát embertársainkra is veszélyesek. Nagymamám annak idején a tyúkszemre, de ő a kézen lévőre is azt mondta, hogy tyúkszem, mindig a vérehulló fecskefűt kenette velünk. Ez valóban annyira hatásos, mert nekem végül ki kellett vágni, vagy ez csak inkább ilyen népi hit? A vérehulló fecskefűből nagyon sok alkaloidát azonosítottak már, ezek egyike a kelidonin, és vannak benne fehérjebontó enzimek is, amelyeknek bizonyított olyan hatásuk, hogy vírusellenes sejtosztódást gátló hatásuk is van. Ezért hagyomány alapján ezt nagyon gyakran használják szemölcsök kezelésére. Fontos, hogy csak vírusos eredetű szemölcsre használatos, és ha nem vagyunk benne biztosak, hogy ez vírusos szemölcs, mindenképpen meg kell mutatni szakembernek, nehogy esetleg egy anyajegy, vagy bármilyen más rosszindulatú elváltozás kenegetésével időt veszítsünk. Egyébként hogyan távolítunk el egy szemölcsöt, hogyan lehet eltávolítani? A vírusos eredetű szemölcsök eltávolítására a legáltalánosabban elterjedt módszer az ecsetelők alkalmazása. Ezeknek általában szalicilsav tartalmuk van, vagy léteznek enyhe citosztatikumot tartalmazó ecsetelők is. Az ecsetelés időigényes, és hogyha valaki gyorsabban szeretné eltávolítani, akkor fagyasztásos eljárást is lehet alkalmazni. Ez folyékony nitrogénnel történik. A folyékony nitrogén mínusz 190 fokos hőmérsékletű spray formájában juttatjuk a fagyasztani kívánt területre. Ennek hátránya, hogy nem mindig elegendő egy alkalmazás, csak felületesebb elváltozások esetén. Néha kétszer-háromszor is ismételni kell, hogy sikerre jussunk. A leggyorsabb eltávolítás a lézeres módszer. Szén-dioxid lézerrel elpárologtatjuk a szemölcsöt, viszont minden eltávolítási módszernél fennáll a veszélye a kiújulásnak. Ez miért, amit elmondott korábban, hogy vírus okozza és tovább terjedhet a szervezetben, vagy más oka is van? Akár mikroszkópikus méretben az eltávolított sebben benne marad, és ott újra építi önmagát. Tehát megvan a rizikója annak, hogy nehezen fogunk véglegesen megszabadulni. Igen. A szemölcsök eltávolításánál mindig el szoktuk mondani a pácienseknek, hogy előfordulhat, hogy újra kell ismételni az eljárást. Ennek esélye körülbelül 20%. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba. Várom Önöket legközelebb is itt, a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a legjobbakat. Viszontlátásra!